meg, te már sprintbe mész oda, meg te is. Oda fogja adni. Háttal. Labdaszerzés. Labda megvan, célszemély, lekészítem. Stibi, Krisztián, vakon sprintbe megyek, amikor ott csináltuk. Labdaszerzés föl, és megyek területbe. Jó? Itt is ugyanúgy. Megyek területbe. Ott van védekező középpályás, ott a védelem. Az a dolguk, ha baj van, akkor eltöröm a játékot. Fejelek Ádám, bravo! És ott vagyok. Megállítom, megállítom! Jó, semmi gond, előfordul. Mi történik ilyenkor? Ség, és egyből mindenki addig sprintel, amíg nem kerül a labda mögé. Kemény passz, lekészítem a tősér, Gyucsák vagy a Rali, és abból indulunk. Gondolkozzatok egy kicsit. Itt vagytok kis játékon, gondolkozzatok egyet, és berakjátok oda a klubba. Nem lehet, olyan nincsen. Megyünk, megpusztuk az ellenfelet, és abból befejezzük az akciót. Türelem, türelem, és akkor megvan az a pillanat, az a jel. Meg tudja venni. Hát meg tudja venni sprintbe, mert itt a hely. Ez a jel! Erre indulunk. Na még egyszer, nézzük meg. Azt nem tudom, hogy mi adott. Este lesz egy kis húzat. Ez mi? Vihetem a loma? Ádő, nincs te számára. Mi ez? Nyomás van. Azért van nyomás, mert tényleg nyerni kell, ezt föl kell dolgozni. De most nincs ez a mesélés, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nyerni jöttünk, és nyerni is fogunk. Mi az, amiket erősített, ugye? A csapategység, ugye mindig együtt mozogtunk, mindenki betartott a taktikai koncepciót, a taktikai fegyelem, ezek a dolgok, amik minket erősítettek, igaz? Átolódunk, megjelentjük a labdát, nem is gondolkozom, megyek a túloldalra. Kicsit megtartom a labdát, kicsit megfuttatom őket, és itt hátul ne totoljázni, ne keressük a megoldást. Jön a labda, veszem, ha nem látom, hogy mi lesz belőle, akkor teszem tovább. Folyamatosan húzom az ellenfelet. Ez egy kicsit kézilabda, egy kicsit futszál, de csak így tudunk előrefelé játszani. Amikor jön a labda, már tudom, hogy mit akarok vele csinálni, mert máskoromban az kényelmes az ellenfél, nem tudod kifárasztani. Ha megfutatod jobbra, balra, jobbra, még egyszer balra, úgyis elcsúsznak, és akkor jön a fölpassz. Azt már ki kell tudni szúrni időben. Ha valaki megveszi igazit, ott már nem lesz passz. Onnan indul az egész labdarúgás. Ahogy a kapus kiveri a labda, ahogy a négy játékos járatja, milyen sebességgel, kemény passzokkal, az más, hogyha vezetünk 2-0-ra, és akkor kicsit vártok, megint megjátszod a kapus, visszalépsz, eldugod a labdát. De amíg 0-0 van, nyerni akarunk, kemény passzokkal megyünk egyik oldalról a másikról, és belépek, akkor lesz valami, hogy kialakul valami, ha nem, rálépek, és megint passzolok. Zöldözve megint nem szeretnék olyan játékost látni, aki koncentrál, maradjatok lazák, a bemelegítéstől beépítsétek föl magatokat, örülnék neki, hogyha bejön az imé, és azt mondaná, hogy ilyen faszák vagyunk, ha nem vagyunk olyan, az se baj, jó? De az öltözőben nem akarok ilyen agyon koncentrált embereket látni. Akkor kell koncentrálni, amikor kimész a folyosón, fütyül a játékhoz, és az első párharc, az első odacsapok. Magyaroknak ritkán van ilyen sansz a kezükben. Hatalmas sansz van a kezünkben. Ezt most föl kell tudni dolgozni. Ezt úgy lehet feldolgozni, hogy átalakítom, és agresszív vagyok. Agresszív vagyok, együtt dolgozok, szervezetten dolgozok, és akkor ami minket erősített, igaz? Ezeket összerakjuk, megnyerjük a meccset. Van még valami? Mentális erőzmény ebből adódik, gyerekek, ebből, amit itt összeraktatok. Ez a diétek, ezt vigyétek el magatokkal most az öltözőbe, ki a pályára,
és remélem, hogy a repülő napot tudunk ünnepelni. Hajrá! Türelem, jó? Türelem, nem belemegyünk a csak ismét, türelem. Türelem, és amikor megvan a labda, akkor váltunk. Gyerünk, srácok! Gyerünk, srácok! Várva, várva! Gyere, figyelj! Keményen, keményen! Együtt! Az elejétől kezdve! Figyeljünk oda! Figyelj, nekünk fognak ugrani, legyél rá kész. Gyerünk. Hasítsd a játékot az elején. Első pár harcok mindenki, gyerünk. Hasítsd ki a szélére, mert a labda az elején letámadnak oda. Most a kifíros bejátszunk azért. Gyerünk. Hasít? Srácok, kurva sokat dolgoztunk azért, hogy ekkora bizalom van. Hatalmas bizalom van az egész országban. Nehogy már ezek a görögök valamit is csináljanak. Kimegyünk és az első pár arcot megnyerjük. És az egész meccset megnyerjük. Gyerünk, gyerek! Gyerünk, gyerek! Szóljál nálunkban. Jó. Srácok, kurva sokat dolgoztunk azért, hogy ekkora bizalom van. Most nálunk van, megszereztük. Egy pár bajig adott megnyerni. Jó, menjél! Jó fejjel, Fiola húzza, le sem most így. Ne. Rúgjátó cselos. Nézd meg. Rúgjál ez a B. Taszigált a hátulról. Úgy van. Ott a Gera. Gyere, Zoli, csináld meg, de nincs belül senki. Van. Nincs. Hát oda nem megy senki. És nézd meg, megfutnak. Oda nézd, milyen meleg. Egy kicsit méneklődik, és kár, ez is le is húzza. Jó, jó. És még ki az meg, honnan szedte ki. A játékvezető hiába pattant el a labda. És nem is fújta le, de. Nem volt bent egyébként. Juhász kiütötte. Priskin tartja meg a labdát. Tőzsér be középre. Nagyon jól Stieber, Gera. Üres a jobb oldalon Fiola. Érkezik is Fiolának a labda. Fiola teszi középre, megpattan egy védőn. Még ott ez jó volt, ahogy bekanyarazta Stieber középre. Aztán ez a fejes. Bizony, ez sem volt rossz. Hradecki bravúrja Gera fejesénél. Jön befelé a labda, Szalai! Ez mintha kezezés lett volna. Még egy lövés, kipattan, és egy újabb próbálkozás, Radecki védi. Zsuzsák tolja meg, és lőhet is, akár Radecki. Így is van, letelt a 45 perc. Finnország, Magyarország 0-0. Az első fél idő elején a magyar válogatott jobban játszott, helyzeteket dolgozott ki. Miután nem rúgtunk gólt, a döntetlen mondhatjuk igazságosnak, de a magyar csapat eddig többet tett a győzelemért. Meg vagytok? Akkor csücs, ide el az oldalra mindenki. Ami fontos, ugyanezt a koncentrációt tartani. Ne én szóljak be, Ákos, hol vagy? Ott a végén, mert ugye van egy bedobás, visszamegyünk. Egymással, Danival folyamatosan éltessük. Tudom, hogy kemény munka, de meg lesz a gyümölcse. Jó? Ugyanez a fegyelem, meg volt top mérkőzés, meg volt ez a 2-3 sansz, gyerekek. Nekik nem volt meg. Jó? Leo, odafigyelsz. Amire srácok, oda kell figyelni. Az elején is úgy kezdték, hogy hármas srác is kiállt a két szélső. A szike szúrjátok, én nem tudok onnan örökképe kiabálni. Akkor a négyes lánc tolódik, a kicsi visszasegít, vagy a Gyugyi visszasegít. Amikor megint négyes lánccal nyitnak, akkor az van, amit megbeszéltünk. Kell lássa a hármas lánc, beljebb megy a Stibi, Balázs, négyes lánc tolódik. Értitek, amit mondok? Gerzson, nem kell mindig egészen áttolódni, ha meghúznak minket, már nem jössz oda túloldalra, kifutod az agyadat. Mikor? Kétszer átjöttél, az Ádám is, meg te is átjöttek mind a ketten egészen erre az oldalra, ide. Egészen ne tolódjál át, azért közepe táj, jó? Mert jön egy passz, meghúznak minket, és elfáradsz. Az Ádám is csinált egyszer ilyet, lefutó, megcsinálta, de elmegy az energia. Ott elő kell az energia, jó? Valakinek valami problémája belülről, hogy valamit látott, valamit érez, ami nem jó,
Fali a 8-as jön, igen, mindig a jobb oldalra. 3-2-t akarják csinálni. Széthúzom. De a szakjuk el, hagyja. Átveszi a vonalnál, aztán nem tudja mit csinálni. Nem akar 3-6-an kijön a két alsó, a kicsi, a jobb hátfér, meg akkor 8-as kijön. És akkor 3-2-ben akarják csinálni. Vagy élvök oda-vissza, vagy a nem akarok a Dani. A Dani nem menjen oda. Nem megyek oda ki. Nem, mert a kisgyerek, aki játszik szélen, az meg bent marad. És én át akarok tolódni, de a másik csatárgyerek az meg jön a hátulról. Szóval az nehéz nekem oda kimennem, mert általában ugye a belső védőnek kéne, hogyha ott marad a kicsit. Próbálkod az el. Na igen, szél a táblázat, mondja a Bécsi, mit mondtok? Jobb szélső, aki játszik, az állandóan benn van. Jobb szélső. Várja most. Nem húzunk, nem olyan megbejön. Nem, a zöld az ellenfél. Zöld az ellenfél. A Kone. Ez is megy fejjel. Ez így. Ez a jobb hátvéd. És így marad. És így marad. Sokszor. Hát akkor Dani, el kell jönni. Jó, én mondom, hogy kimegyek, csak ide nem megyek. Egész ki nem menj, valamennyire hagydok, de ne hagyjak el. Nyomással egy, ne tudja jól beadni, jó? Tehát olyan közel. Köszöntik el, menjek. Viszont Ákos, akkor én vagyok a stopper. Tehát én megyek ott az elején. Hol vagy Ákos? Jó? De olyan sokat nem volt, egyszer képzelni. Most? Ott veszi fel az aztán a Kone 8-es városában. Mert az el kell menni. Oda megy. Nem voltunk, csak én nem akarok nagyon kimenni a középről. Menjél ki, Ákos, te vagy akkor a védelem előtt. Jó? Ugyanezt, srácok, fújjatok egyet, kivegyünk, és türelem! Nehogy valaki el akarja támadni magát, majd ők kijönnek. Elmegy 20 perc, ha 0-0-ban kijönnek. Büntetünk egyet, csak legyen ott a fejetek, és büntetünk még egyet. Jó? Azt nézd meg, figyelj, látod? Most látod? Hogy a zsuzsi van? Érted? Hát mondom, mit látsz? Valaki legyen. Hát mondom, senki nem látsz. Fityó, és akkor most mi? Fityó! De ott, oda be kell menni, ahogy be van oda rajzod, oda be kell menni, és a Leo ott marad. Tehát neked akkor be kell menni. Jó. De erre figyeljetek. Tehát ugye oda kell még egy ember, úgy oda föl is van rajzolva. Roli! Szabadrugásnál. Az utolsó ember a hosszú, az általában szabadon áll. Amit figyeljetek. Minden rúgva a négyes legutolsó emberként teljesen üres. Szóltam a Fityónak, hogy teljesen üres. Ott valami teljesen rúgás. Legyen az, ne oda be kell menni. Igen, ők rúgták, amit a túloldalra átrúgtak, a négyes, teljesen üresen ment. Igen, van az. Ezt állítsd meg, nincs itt az Ádám? Erre figyelj. Itt korán indítod el a... És ahogy kezdődik a fél, megint az első tíz perc, nem voltunk benne a meccsben. Most legyünk benne. Tehát oda kérd be. Ébren vagyunk, folyamatos, így ahogy eddig, akkor nem lesz semmi gond. Nem volt helyzetük. De csak így működik. Nehogy valaki is azt gondolja, hogy egy fél méterre kevesebbet lépek. Elkezdődött a meccs, azt mondtuk, megnyertük a meccset. Nem nyertük meg a meccset, utána belültünk egy kicsit. Jó, nem nyertük meg a meccset, 0-0 van. Megvoltak a sanszok, meg is lesz, de ne aludjatok be. Ami fontos, nem kérek ebből a középennyitásból, soha nem kértem rá, hogy ne add oda, elmegy, ezt megkontrázzák, szarva vagyunk. Kontrollált akció, működik a kontrollált, igaz? Ne okoskodjatok bele, azt csináljuk, amit kértem, jól működik, jó? Baj van belőle. Dani sokat dolgozik, elpattan a zsuga, éles, nem akarunk oda menni, ők is arra koncentrálnak, ott labdát szereznek. Itt ami fontos, Kádi kapja a labdát, igaz? Gyönyörűen kínál. Próbáljuk meg azt megnézni, hogy kapja a labdát, Gyugyi behúzódik, és most ide lesz kimozgó játékos. Piska, bemaradsz, hol vagy? Hol vagy? Jó volt, nincs semmi gond. Bejön a Némo. Szala, te mögüled játszik, jó? Oldjátok meg a védekezőbe a tolódást, és ő legyen az, aki többet kinyit ide ezek a réseket. Maradjál benne a boxon. Jó? Hát, ha úgy van, akkor kijössz, de neki meg fog mondani, hogy többet jöjjön ki erre a bal oldalra, jó? Jobb oldalon, ha elmegyik, de jobb oldalon működik a dolog. Jobb oldalon a Fityó fölér, beadja a labdákat, de bal oldalon, itt meg volt a sansz, itt hagyják a Kádit. Sokszor egy időben csak bekémégetegy, itt az üres terület, hogyha itt be tudunk bújni, akkor már csak az a lényeg, hogy odaérkezzünk. Jó, srácok? Adok-kapokban nem megyek bele, itt a végén belementünk egy ilyen előre, hátra, nem, kiveszem a tempót, nem vagyunk ahhoz, nem vagyunk elég gyorsak ahhoz. Megvannak a gyors, nem akarok ilyen adok-kapok. Belementek ebbe a Bundesliga 2-es, oda, vissza, ott így ilyen, nem. Dani, tempó, kiveszed a játékból, mindenki lenyugszik, hogy mondják, lenyugszunk a picsába, és akkor nyugi van, jó? Amúgy minden rendben van, hogy állunk fitness, mindenki bírja? Ezt ugyanígy, ha megnyom, én tudom, hogy ez is fárasztó, az ember labdát birtokol, de nekünk ez még szarabb volt. Tehát, hogyha most odafigyeltek, és készüljetek föl, ha véletlenül elcsúszunk, gólt kapunk, egyből fogjuk a labdát, oda visszük középre, és akkor is megnyerjük a meccset. Ezt a meccset, ezt nekünk kell megnyerni. Benne volt, nem volt elég agresszíva, hogy mondjam, van ilyen is, hogy agresszív támadás, ölök. Azért ölök, hogy a labda bemenjen a kapuba, jó? Egy is elég belőle, kettő, akkor mi is nyugodtabban vagyunk.
szabadrugást, hogy provokálni egyet-kettőt, nem fúj be, tovább, jó? Vagy gyerünk, gyerünk. Arra figyeljetek nagyon, hogyha itt a kádi mögött van még egy ember, akkor vagy neked, kicsinak oda kell lenni. Oldasz volt, igen. Te általában a sorfalban, figyeljünk. Jó. Némo, felveszed? Igen. Hogy cserélj vele, jó? Ha tud cserélni, hogy legyen kifejelő. Legyen kifejelő, jó. Jó. Nincs. Kifelé, így van. De most, most faltolt a görög, úgyhogy most mi jövünk szabadrugással, de a saját térfélünk volt. Ebben a pillanatban, ebben a pillanatban kapjuk meg. 5 perc. Hát tarts. Most mi jövünk Tibibe? A falt volt. Most mi jövünk megint? Inkább ez a vígjátékban most van több volt. Szabadrugás? Szabi, de hát azért jó távol van. Nem baj az. Szép! Vigyed Zolira. Na, lőre! Peter! Basz meg! Finyőr mekkora volt, őhetett volna. Mennyi van még? Nézd már meg, Laci, kérdezd már meg kint. Szaladj ki gyorsan. Na már most mit jelent? 2 perc van. Nálunk van, szóljon. Galiotas, Stafanis. Nem. Fortunis. Jó. És ebben a pillanatban lefújja a játékvezető a mérkőzést. Románia vezeti a csoportot 13 ponttal, Észak-Írországnak 12 ponttal. Fősök voltak, na. Magyarország jön a harmadik helyen 8 ponttal. Amennyi gonddal bajra küzdöttünk. Tözsér. Indul Némo. Német kapja meg a labdát. Német kijön a kapus. Német elemeli. És kirúgja a gólvonalról Halszti. Elrúghatott volna egy luftot. Jeremenko befelé. 25 méter. Nehogy a jobb lábára tegye. Oda teszi. Király! Ez parádés lövés. Élesen a kapu jobb oldalába. Na de hát ott kapus van. Gyönyörű. Zsuzsák. Jó beadás! Szalai! Az iskoláját neki! 82. perc. Zsuzsák. Hát nem volt magyar játékos. Stieberlő! Gól! Gól! Most nem a 84. percben, mint Gera, hanem a 82. Stieber jobbal! Eltalálta rettenetesen. És megérdemeltük, nem ez volt a legnagyobb helyzetünk. Hű, de eltalálta. 1-0 Magyarország javára. Nálam letelt a 3 perc. A bírónál is! Vége a mérkőzésnek! 3 pont, győzni jöttünk Finnországba, mondta Dárdai Pál. Győztünk! Királynak volt az a védése, amelyel tartotta az 1 pontot, Stiebernek az a lövése, amelyel hozzátette ez az 1-2. Pontot mentettünk egy 82. percben szerzett góllal Romániában, megvertük egy 84. percben szerzett góllal Finnországot, és most megvertük egy 83. percben szerzett góllal Finnországot. Innentől kezdve most szeptember 4-éig elkezdődik, amihez minden magyar azt hiszem az elmúlt 30 évben a legjobban ért. A labdarúgásról van szó, a számolgatás.
hogy odaérjünk az első, második, vagy akár a harmadik helyre, amely megint csak legalább pótselejtezőt érne. Wir müssen